Iskolán tanárait és összes diákját egyformán szeretettel köszöntjük az 1995-96-os tanévzáró ünnepségen. Elsőként az igazgatórat kérjük meg, hogy összegezze és zárja a tanévet és a különböző díjakat ossza ki. Most már könnyű, ugye? Köszönöm szépen. Tiszteltel köszöntöm én is kedves megjelent vendégeinket, szülőket, tanárkollégáimat és diákokat természetesen. Diákokat, akik már talán el is felejtették, hiszen két héttel ezelőtt kellett utoljára iskolába járni, el is felejtették, hogy 9-10 hónapon keresztül koptatták és időnként hírkálták az iskola padjait. Sokan már bizonyára túl vagytok két hét alatt a nyaralás első nekibusztulásával, volt, aki már üdülni volt, néhányszor megfürdött a Balatonba, vagy egyéb módon töltötte az elmúlt két hetet. Ez alól skuncognak a harmadikosok, ez alól kivételek, hiszen azóta egyfolytában dolgoznak minden nap, valamilyen munkahelyen kellett tölteniük a nyári szakmai gyakorlatot, sőt, még a következő hét is erre megy rá, hiszen 3 hetes szakmai gyakorlatot kell tölteni. Hát a két hét már eltelt az utolsó tanítási nap óta, most azonban egy-két órára vissza kellett jönni ide, vissza kell jönni, hogy áttekintsük röviden az év eseményeit, eredményeit, értékeljük az egy év alatt. Nagyon gyorsan szállnak a napok, hónapok, évek, szinte még emlékezni rá, hogy 10 hónappal ezelőtt, szeptember 2-án, 3-án az Iskola Rádión keresztül köszöntöttelek benneteket. Akkor mondtam, hogy bizony nagyon hosszú az a 9-10 hónap, amit itt el kell tölteni. Ennek viszont utólag visszanézve gyorsan elröpült az idő, és már is itt vagyunk a tanév végén. Végig gondoljuk az év eseményeit, akkor megállapíthatjuk, hogy szinte minden hónapban, minden héten történik valami. Ugye kezdődött mindjárt a legjobb jóval szeptemberben a tanulmányi kirándulásokkal. Október pótérettségi hónapja, hát ez azoknak jut osztályrészül, akik az év végén nem teljesítettek megfelelően, és hát a negyedikeseket érinti. Decemberben már ugye télapó Jézuska vártuk a karácsonyt, hogy végre legyen már egy kis szünet, hiszen ha nem gondoltátok végig, de akkor is így volt, hogy szeptember 1-től a karácsonyi szünetig egyetlen tanítás nélküli munkanap se volt, kivéve a kirándulásokat, hiszen mi október 23-ra se jól emlékszem, vasárnapra esett. Aztán jött a téli szünet, majd január-február fordulóján fél évi értékelés, bizonyítványosztás, néhány oktatóknak kellemes sítábor, ha jól hallottam, akkor
környéken még hó is volt. Márciusban a Istvános napok, a diákigazgató választással, mikor én abban az időszakban éppen Németországban voltam, amikor hazajöttem, akkor meglepve olvastam az egyik újság címlapján, hogy a igazgató külföldre menekült. Hát nem menekült, de ment valóban. Azután a tavaszi szünet következett, a tavaszi szünet alatt a labdarúgóink Szent István kupát rendezték, azon vettek részt, meg is nyerték a Ferencváros ellenében, úgyhogy nagy sikerű tornát rendeztek. Utána már lassan közeledett az év vége, hiszen a negyedikeseknek, de minnyájatoknak a ballagási ünnepség, és aztán a érettségi vizsgák. Érettségi vizsgák alatt után mi tanárok, kollégáimmal iskolavezetés értékelte az évet, elkészítette a statisztikákat. Tegnap előtt a tanári évzáró értekezlete minden munkaközösség értékelte munkáját, termesztett az eredményeket, vagy az eredménytelenségeket. Ebből a néhány statisztikai adatból egy párat mondanék, ami az eredményt vagy eredménytelenséget mutatja. Jó, ti is tudjátok, hogy mit várunk tőletek a következő évben is, és azután a következő években is. Az iskolában 634 nappal tagozatos tanuló zárta a tanévet, 5-5 éveseket kivéve, és e közül a 637 közül 85 bukott meg, ez a tanuló létszám 13-14%-a. Most ezt megmondhatjátok, azért minden osztály, szóval minden 8. tanuló, hát ezért az elég sokan, hogyha sorba állítjuk, és akkor minden 8. azt mondjuk, hogy te megbuktál, az elég sokan kiállnak a sorból, akik bukottak. Hozzá kell tennem, hogy ez az eredmény azért másfél-2%-kal jobb, mint a tavaly. Tehát ezt a tanévet, ha százalékosan vizsgáljuk, akkor jobb eredményt értünk el, értetek el, mint tavaly. Annak ellenére, hogy a tanulmányi eredmény mellett a hiányzási statisztika egyre fokozódó romlást mutat. Az egyfőre jutó hiányzás most már eléri a 76 órát, gondolom, ez 2,5 hét. Ezt le lehetne úgy is tudni, hogy 2,5 héttel később kezdjük a tanítást, de attól kezdve mindenkinek minden nap és minden órán ott kellene lenni, de már letudta a hiányzást. Mert ez azt jelenti, ez a 76 óra, hogy 2,5 hetet gyakorlatilag mindenki hiányzott. Azt hiszem, hogy ez nem megoldható azért. Az elejének örülnétek, a második részének talán kevésbé. Azt is hozzá kell tennem, hogy 3 évvel ezelőtt ez a szám 63 volt, azóta 13 órával növekedett, tehát durván egy fél hét, és minden évben 3-4 órával növekszik a hiányzási átlag. Én ebből két következtetést lehet levonni, vagy az ifjúság jobban szeret hiányozni és máshová járni, vagy betegebb ez a korosztály, mint néhány évvel ezelőtt volt, amit kevésbé gondolok, olyan különösebb járvány sem volt. Igaz, hogy hideg tél volt, de a hideg tél nem kedvez. Járványnak nem is volt, járvány nem nagyon indokolt. Egyre növekszik sajnos a nagyon sokat hiányzó tanuló száma. Több tanulót évvégén nem lehetett leosztályozni. Hogyha 250 fölé növekszik, teljesen mindegy, hogy igazolt vagy igazolatlan, összes óráinak száma, az azt jelenti, hogy annyi ideig hiányzott, hogy egyszerűen az anyagot képtelen elvégezni, hiszen rengeteg hiányzás ezt nem teszi lehetővé, és nem osztályozható. Ilyenkor évet kell neki ismételni, vagy pedig, ha közel van a 250-hez a hiányzási óraszáma, akkor külön engedéllyel augusztus végén osztályozó vizsgát tehet. De hát minden tárgyból vizsgáznia kell, ami azt hiszem, hogy egy kellemetlen nyarat jelent. Képzeljétek el egész nyáron minden tárgyból készülni az augusztus végi vizsgákra. Az eredményességben, hogy egymást is tudjátok mérni, néhány adatot szeretnék mondani. Tanulmányi eredményben a legjobb a 3. E-osztály 4,28-as átlaggal, utána az első E és a második E következik, mert ez a 3 osztályos sorra. Elmondom az utolsókat is, mert azért az is jellemző. A 20. 4. C-osztály. Kár, hogy ezt tapsoljátok, és nem az előbbieket. Hát
19. a 4. D osztály és a 18. a 3. B osztály. Köszönöm a többi. Majd én kérem az osztályfőnököket, hogy az szeptember-októberben az első szülői értekezleten részletesen ismertessék ezeket az eredményeket, hogy minden osztály tanulói el tudják helyezni önmagukat az osztályt, az iskola osztályjainak a sorrendjében. A hiányzásról is 6 adatot, az első 3-at és az utolsó 3-at, a legkevesebbet hiányzott a második D osztály, mintegy 43 órát fejenként, utána az első E és az első D osztály következik. Legtöbbet hiányzott 125 óra per fő. Ez miután hetenként 30 óra van, ez több mint 4 hét, egy hónapot hiányzott, de ez úgy néz ki, hogy az osztály minden tanulójának egy hónapot kellett volna hiányoznia, hogy a 125-ös átlag kijöjjön. Ez a harmadik C osztály. Egyébként, hogy mennyire összefügg ez a kettő a tanulmány eredményben, ők a 16-ak, tehát ott is végén kullognak. Utána következik, már mint visszafelé sorrendben a harmadik B osztály 119 órával, az előbb olvastam a nevüket tanulmány eredményben, hátulról a harmadikak voltak ők is, és a negyedik D osztály 115 óra per fő. Úgyhogy ez nem dicsőségtábla, ami itt a végén van. Egyébként azt is még a statisztikai adatokhoz, hogy amiről ti már nem tudtok, mert csak a negyedikesek jártak iskolába, amikor az érettségi zajlott, nem volt olyan osztály, ahol ne történt volna az érettségi vizsgán bukás, mindenhol volt egy, volt ahol több is, és ez egyértelműen arra volt visszavezethető, hogy viszonylag például pénzügyi ismeretekből viszonylag jó írásbeli mellett szóbeje már nem készültek a tanulók, és hát miután két részből kell teljesíteni, az egyikből nem teljesít, akkor elégtelen a érettségi eredménye, bármilyen volt is az írásbeli dolgozata. Ugyancsak a nem egészen alapos készülést jelzi az is, hogy történelemből is elég sokan buktak. Nem hiszem, hogy nagyon indokolná a tárgy nehézsége és tanulhatatlansága, hiszen különböző segédeszközöket kapnak a érettségizők, a térképet, szemelvényeket, grafikonokat, amit a BT-telben föl lehet használni, és ez mégis kevés ahhoz, hogy eredményesen tudtak volna végezni. Tehát elmondtam a jobbakat, elmondtam a gyengébbeket, a többi közöttük. Voltak azért eredmények is, és ez a sok könyvjutalom, meg boríték, meg egyéb azt jelzi, hogy az eredményeket is észrevesszük, a teljesítményeket is észrevesszük, és most itt megpróbáljuk az évi munkát valamilyen formában, tőlünk telhető módon elismerni és jutalmazni. A névsorban az első, lehet, hogy nem abszolút érték szerint mondom, csupán a leadott sorrend szerint állítottuk össze az értékelést. Az első jutalmat Kis Gábor, 4. B-osztályos tanuló kapja, amennyiben itt van, kérem, jöjjön fel színpadra. Öt országos tanulmányi versenyben könyvvitel tantárból bejutott a döntőbe, a legjobb 60 közé, tehát országban a legjobb 60. Igaz, hogy ott már egy kicsit gyengében teljesített, ha jobban megrázta volna magát, akkor talán még előbbre juthatott volna. Úgyhogy gratulálok, és az életben további sok sikert kívánok. Néhány jó matekos tudja, hogy az év folyamán országos, nevezett kenguru versenyt rendeztek. A kenguru verseny talán azért az a neve, mert Ausztráliából származna, és ezért ez a neve. Az egész országban nagyon sokan vettek részt, és igazán említésre méltó és kiemelkedő teljesítményt nyújtott az első osztályosok kategóriájában Polonyi Szilvia első A-osztályos tanuló. A
aki ebben a kategóriában az országban második helyet végzett egész országos listán. Gratulálok, és 5000 forint pénzutalmat részesít. Ugyancsak a kenguru versenyben, a harmadikos évfolyam kategóriájában negyedik helyen végzett Kockás László harmadik E-osztályos tanuló. Szintén kiváló teljesítmény, 3000 forintos pénzjutalomban részesült. Hadd mondjam, hogy aki könyvjutalmat vagy pénzjutalmat kap, erre vonuljon le, a Batonyi László igazgatóhelyettes úrnál aláírással kell igazolni, hiszen a mai szigorú rendszabályok szerint, ugye adó, TV és így tovább, 5000 forint átvételét, egy könyv átvételét is írásba kell igazolni, különben a gazdasági osztály minket ró meg, hogy nem teljesítettük rendesen a feladatunkat. Ugyancsak a harmadik E-osztályból, ugyancsak a kenguru versenyben országos szinten 14. helyezett lett Vörös Regina, ezért ő könyvjutalomra részesült. Osztályosoknak rendeztek a fővárosban egy komplex tanulmányi versenyt, már most felhívom a második osztályosok figyelmét, hogy a következő tanévben ennél többen legyenek részt, nagyon szép eredményeket lehet elérni. Sok tantárgy közül kettő saját ízlésük szerint választhatnak, és abban a kettőben versenyeznek, abból jönnek dolgozatok, abból vizsgáznak, versenyeznek. Ebben azért is nevezik komplexnek, mert nagyon sokféle tantárgyból lehet választani, de egy tanulóhoz két tantárgyat választhatnak, őben nagyon szétfolyna az egész. A harmadik E-osztályos tanuló Kovács Orsolya ért el kiváló eredményt, egy könyvjutalmat és sok levelet kap érte, kérem, hogy jöjjön is meg. Tanulmányi eredményekkel folytatva, az iskolában minden évben a matematika munkaközösség házi tanulmányi versenyt rendez matematika tantárgyból. Az első helyezettek pénzjutalomban részesülnek, a többiek az iskolába kapják meg a jutalmukat. Felolvasom mind a négy évfolyamon az első helyezettet, kérem, hogy minden négyen jöjjönek színpadra és vegyék át a pénzjutalmat. Az első osztályosok között Ferenci Szilvia első E-osztályos tanuló. Második évfolyamosok között Tatár Tamás második E-osztályos tanuló. Harmadik évfolyamosok között Kockás László harmadik E-osztályos tanuló. Negyedikesek között Maros Katalin negyedik E-osztályos tanuló. Kockás László egyszer már átvette, egy borítékba tettük, azt hiszem alá is írta mind a 6000-et, úgyhogy neki majd csak gratulálok, ő nem kap borítékot. Tatár Tamás, második osztályos. És te már megkaptam. Maros Kati, nincs negyedik E-osztályból, úgyhogy boríték maradt. Történelem munkaközösség is rendezett egy házi versenyt olyan formában, hogy dolgozatot készítetett a tanulókkal. A harmadik E-osztályosok tudják, hogy rengeteget dolgoztak velük, a munkaközösség értékelte, és a sorrendet nem állapított meg, csupán az első öt helyezettet együttesen adta meg. Az első öt helyezett mind 3000 forintos pénzjutalomban részesült, ők a Vaderna Szilvia, a Bánhalmi Katalin, a Mácz Anna Mária, Oles Bernadett és a Megyes Szabolcs, kérem, hogy jöjjönek ki és vegyük át a jutalmat. Meg arra mennyi.
változatlanul pénzjutalom következik, méghozzá azoknak a tanulóknak adok 5000 forintot fejenként, akik kitűnő tanulmányi eredményt értek el az év folyamán. Vannak ilyenek is. Most itt hozzá kell tennem egy megjegyzést, hogy kitűnő tanulók is, jeles tanulók is kapnak jutalmat, majd a jelesek is sorra kerülnek. Ez az alapítványunk bocsátja minden évben a kitűnő jelesek rendelkezésére. Tavaly előtt nagyon sokan voltak, ezért nem így kapták meg, hanem iskolába vehették át. Most egy kicsit kevesebben vannak, én azért úgy gondoltam, hogy megérdemlik, hogy feljöjjenek a színpadra, és mindenki előtt ismerté váljanak a kitűnő tanulóink. Még annyit hozzáteszek, hogy a kitűnő és jeles tanulók közül az E-osztályosok, akik az alapítványba bizonyos összeget fizetnek be évenként, ők most nem fogják a pénzjutalmat itt megkapni, illetve nem is kapnak pénzjutalmat. Ők sokkal jobban járnak, mert a következő évi alapítványi befizetés alól mentesítjük őket, és a jutalmat tulajdonképpen így kapják meg. Ilyenek lesznek majd a Lőrinc Edith 3. erből, a Márcana Mária 3. erből, és a Bazsó Zsuzsan 4. erből, aki ugyan megkapja, mert ők jövőre már nem tud kedvezményt kapni. És akkor a kitűnő tanulók, akik 5000 forintos pénzjutalmat kapnak, a Dani Ágnes 2. B-ből, van Kovács József 3. D-ből, és Nagy Terézia szintén a 3. D-ből. Négyesük volt, illetve jól tudjátok, hogy akkor is megkapja ezt a jutalmat a tanuló, hogyha egy hármasa van, nem érettségi tantárgyból, ezt mondjuk a testnevelés kicsit gyengébben megy, vagy az ének és a rajz egy kicsit gyengébben megy. Akkor is megkapják az 5000 forintos jutalmat. Kérem, hogy a következők jöjjenek ki a jutalmat átvenni. A Polonyi Szilvia az 1. A-osztályból. Zsirka Viktória az 1. B-osztályból. Keresztúri Anita az 1. D-osztályból. Rada Krisztina az 1. D-osztályból. 2. Tóth Lívia. 3. A-osztályból. Botonyi Andrea 4. A-osztályból, Tischler Valéria 4. B-osztályból, és itt is vonatkozik az E-osztályosokra, hogy akik ilyen eredményt értek, azok nem most kapják 5000 forint jutalmat, hanem majd a következő évben engedményt kapnak a befizetésből. Következő helyezett az iskolában különböző iskolai szintű munkáért adott jutalom, az iskolai közösségért végzett munka. Azt hiszem ebben a kategóriában az egyik legtöbbet, éveken keresztül az egyik legtöbb munkát végző, a közösségért legtöbb munkát végző tanulónk. Minden ügyelet átadáson találkozhatok vele, mert az így egy ODV titkárok nem is, de ő többnyire ott volt. Ő pedig
a már érettségizett és most már az iskolán tanulója, ha csak nem jön vissza a 5. évfolyamra, Junkert Ferenc. Köszönjük szépen! Ugyancsak jutalmat érdemel az egész éves aktív munkájáért. Még ma is fogjátok látni őt itt szerepelni, aki a különböző prózaíró, novellaíró, versíró, egyéb versenyekben győzelemeskedett. A Sáfi Gábor 3. C-osztályos tanuló, aki majd elmondja, hogy esetleg a saját szerzeményét fogja nekünk itt előadni. Ugye egy saját szerzemény is ezt ért? Gratulálok is! Azt mondja, csak a szöveg saját, a zene nem. Ugyancsak többször láthattátok, hallhattátok szerepelni a 3. D-osztályból a Kis Erzsébetet, aki a különböző vers és prózamondó versenyeken nagyon szépen szokott szerepelni. Utolsó információim szerint a Ki mit tud versenyben eléggé előre jutott. Mindjárt megkérdezzük tőle, hogy még mindig talpon van-e vagy nincs. Talpon vagy még mindig? Már nincs talpon, hát sajnálom, de az eddigiek bizonyára nagyon szépek voltak. Minden évben az IDB és a tanárok szavazata alapján, Batonyi tanárok szavazatos szavazata alapján ki szoktuk osztani a legjobban ügyeletező osztály járó címet, jutalmat, hogy mindenki kapjon valamit, tudjátok már, hogy ez egy acskó csokoládé, lehet majd szólni utána majd. A legjobban ügyeletező osztály az első B osztály lett ebben a tanévben. Kérem, hogy az ODB titkár vagy képviselője vegye át a jutalmat, így csoki, plusz oklevél. Még van egy zacskó csokoládé, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy már egyszer kimondtam az osztályt, amikor a legjobb tanulmányi eredményt közöltem. A legjobb tanulmányi eredményt elérő osztály a 3. E-osztály, ők is kapnak egy zacskó csokoládét. Mindenkinek lesz benne, ha jól tudom, az osztályfőnöknek is, ők ne felejtsék ki, egyik esetben sem, nekik is jár egy csokoládét. Kérem a közöttünk egy átokkal. Következő tanulók nevét felolvasom, nekik nem kell kijönniük, az iskolába kapják meg a jutalmat. Ezek a tanulók azok, akik egyetlen napot, egyetlen órát sem hiányoztak, és íme itt a bizonyíték, hogy így is lehet iskolába járni. A Viktorin, Anikó, Hajós, Mónika, Bányi Zsuzsa, Cseh, Amanda az első A-osztályból, Dalos Nóra, Jankovics Lilla, Maros Rölgyi Anita, Takács Andrea az első D-osztályból, Szakó Ágnes, Gál Farkas az első E-osztályból, Kugyec András a 3. D-osztályból, Méhesi Krisztina a 3. D-osztályból, Bognár Krisztián 4. C-osztályból. Ennyi. Most ha megfigyeltétek, amire az előbb már utaltam, hogy az első osztályosok közül volt 4, 8, 9, 10, meg egy második osztályos,
Érdekes módon, hogy első osztályban még nem betegek a gyerekek, hanem egyébként már nagyon betegek. Valami történik iskola falai között. A következő rész a sporttevékenység, hiszen az év folyamán iskolai sportéletben nagyon kiváló eredmények születtek. Most nem beszélek arról, hogy benne a épület falai között milyen aktív sportélet folyt, az asztali tenisztől a röplabdán, kosárlabdán keresztül és így tovább, a különböző aerobik és egyéb torna, a konditerem kihasználtsága, de akik versenyszerűen sportolnak, hivatalos, azok is nagyon jó eredményt értek el. Azt hiszem, nincs közöttünk, de az érdemes a nevét elmondani, a Gránit Szandori a harmadik B-osztályos tanulónak, aki a FTC többszörös előre és ifjúsági válogatott elejhajítója, kétszeres egyéni, háromszoros csapatországos bajnok, továbbá négyszeres diákolimpia győztes, rendkívül eredményei vannak. Széles tanár úr kedvenc tanítványa, gerelyhajításba érje a kiváló eredményt. Azt is hozzá kell tenni, hogy néhány héttel ezelőtt ő ettől sokkal nagyobb elismerést kapott, mert a főváros is minden évben rendez egy ilyen jó tanuló, jó sportoló című tanulmányi versenyt, és mindössze 50, az egész Budapesten 50 díjazott között a Gránit Andrea is ott volt, a fővárosi polgármesteri hivatal dísztermébe szülei jelenlétébe vehett át a jutalmat, ami igen komoly pénzjutalom is volt. Egyébként iskolánkban rendezett jó tanuló, jó sportoló versenynek is ő a győztese. Ez egy vándorserleg, minden évben a jó tanuló, jó sportoló megkapja. Itt van ez a vándorserleg, de a Gránit Szandra jelen pillanatban a széles tanárulal és még néhány tanítvány a társaságában Tatán nagyon alaposan készül a nyári versenyekre. Fiúk között is természetesen megrendezzük a jó tanuló, jó sportoló versenyt, ismét serleg és oklevél a jutalma, remélem, hogy ő itt lesz és személyesen átveheti, de ha jövőre nem nyeri meg ismét, akkor vissza kell neki adni, ő pedig Pilót Norbert, a második C-osztályos tanuló. Kérem, hogy olyan készítettem segját a jutalma. Sportolókban nincs szerencsénk, nem látom, hogy jönne. Majd megkapja iskolában. Ugyanolyan kap, igen. Labdarúgó csapataink, mint minden évben, ez évben is kiválóan szerepeltek. Az IFI A csapat különböző bajnokságokon 2 arany, 1 ezüst és 3 bronzérmet nyert. Kérem a csapatkapitányát, hogy egy futballlabdát jutalmul vegyen át. Az érmeket a bajnokságokért már megkapták. Az IFI 1 B csapata 1 ezüst és 1 bronzérmet nyert, de labda nélkül nehéz futballozni, úgyhogy ők is kapnak egy futballlabdát. Az IFI C csapat 1 ezüst és 1 aranyérmet nyert a nyílt és a középiskolás bajnokságban. Ők is kapnak egy labdát, nehogy elvegyék a másik csapattól. Kérem a 3 csapatkapitánt, hogy vegyen. Lánykosárlabda csapatunk a budapesti középiskolás bajnokságban második helyezést ért el, a csapat tagjai Pataki Petra, harmadik C, Söpfer Brigitta, harmadik C, Fenyőházi Barbara, harmadik C, Deme Éva, harmadik C, Szabó Tíme, a második E, Barabás Ágnes, negyedik B, Penszilvia, negyedik D, Pabbe a negyedik E osztály. Gratulálunk nekik és kérem, hogy a csapatkapitány vagy valaki, ha itt van a kosárlabda csapatból, bármennyire is nem annak néz ki, de ez egy kosárlabda, csak egyelőre leeresztett állapot.
ha minden elfogyott, még három bombondoboz, ilyen energia fejlesztő bombon van benne. Három lánynak szeretném átadni, három atléta lánynak, akik nem tatán, hanem remélem, hogy itt vannak és át tudják venni. Az országos csapatbajnokságon az atléta csapatunk nagyon szépen szerepelt, nagyon jó eredményeket értek el. A Gránic Andrea, Szabó Nikolett, harmadik biosztályos, második biosztályos tanuló gerelyhajításban, súlylökésben. A gerelyhajító csapat tagja volt még Varga Tíme, a második C-osztályos tanuló, ha itt van, akkor kérem, hogy vegye át a bombon. Zelenyánszki Olga, negyedik E-osztályos tanuló. És Gudman Judit, második C-osztályos tanuló, ha itt van, akkor kérem, hogy ő is vegye át a jutalmát. Tulajdonképpen a értékelés a számom végére is értem. Még azért ne menjetek el, mert egy pici műsor itt meglepetésnek készült nektek. Én kívánok mindenkinek az elkövetkezendő két hónapra nagyon jó időt, jobbat, mint a mostani, nagyon jó nyarat, nagyon kellemes, izgalmas élményeket, és remélem, hogy szeptember 2-án reggel fél kilenckor, tehát hétfő reggel fél kilenckor, illetve azok a tanulók, akiknek sajnos eddig nem sikerült jó eredményt elérni, meg kell ismételni az osztályt, illetve az augusztus végi javító pótlóvizsgán sem sikerül átmenniük, ők 8 órára jöjjenek szeptember 2-án reggel, mert hiszen őket még be kell osztani, hogy melyik osztályba fogják megismételni a tanévet. Köszönöm, hogy meghallgattatok mindenkinek, kívánok még egyszer nagyon kellemes nyarat, nagyon jó pihenést és a viszontlátásra szeptemberben. Már majdnem véget, azért még nézzétek meg a műsorunkat. Jó, amelynek első számaként az iskolában megrendezett irodalmi délutánok egyik gyakori vendége, Szatmári György saját megzenésítésű verseket fog nektek előadni. Szóval saját az a zenére vonatkozik. Az első dal egy József Attila vers, címe Keresek valakit. Hát, hadd szóval. Tele vágyakkal zokog a lelkem, szerető szíve, soha se leltem. Valakit s nem tudom ki, a percek rovognak, tűnik a tavasz. S nem tudom ki az. Csüngerő őszínfel, holok egyre, keresek valakit. Sorognak, majd kihapadnak, vágyak magukkal messze ragadnak. Majd kiakadnak. Húsan magamnak, akkor megállok, szemem csukódik, semmit se látok. Akkor megállok. Yeah.
végtelenbe. Most egy már elhunyt erdélyi költő, Szőcs Kálmán, Elindult a tavasz című versét hallgassák. Megcsorált a harcán, tükrös bocsolyákban, borzongott a kős, ahol lépett lágyan. Kótyogosult szelek, utána kapkodtak, szája ízét űzni sok régen volt csónak, ment a tavasz egyre. De gaz lett a gazból, tavasz hozta, mégis főként a tavasztól. Így őrzik halálra tavasz szúrós ágat, s hazudják idejét a költők nyarára. Jön a tavasz újra, engem megkeresni, tavasz, 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 ne győzzön le semmi, legkékebb kendőnek, ne foltozza semmi. Pedig egy ismert költő, Haubert György szerzeménye következik. Úgy történt, hogy volt egy versíró verseny az iskolában, ezeken az irodalmi délutánokon, ahol született néhány vers, amit arra kértek, hogy ezeket zenésítsük meg, és akkor ezek közül való ez a mű, aminek a címe Esőben az Erzsébet híd tetején. Zuhanni kéne tán, alkotni madárként új világot, feledni bűnt kint, s feledni halálod, vagy jobb időket várni, napfényes esőt lent mozgatni a kart, a bénát, az erőtlen. Pillérként élni egy emberi hídban, szétszórni hitemet, ami így van. Szárnyal a gondolat, szárnyal az ég is, esernyőm van, hát repülök én is. Jobb időket várni, napfényes esőt lent mozgatni a kart, a bénát, az erőt lent. Ó,
jövendőbeli elsősünk, Farkas Gergő, Janikovszki Éva velem mindig történik valami című írását adja el nektek. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Amikor apukám azt mondja, hogy gyere csak ide, kisfiam, beszélni akarok veled, már biztos, hogy baj van. Mert ha nincs baj, akkor nem mondja, hogy beszélni akar velem, hanem mindjárt beszél. Most azért akart apukám velem beszélni, mert hallotta a tanító nénitől, hogy eleven fiúcska vagyok az iskolában. Igaz, hogy eleven fiúcska vagyok az iskolában, de az Istvánka, aki mellettem ül, még elevenem, mert nagyon szeret lökdösödni, de egyedül nem tud. És Attila, aki mögöttem ül, ő is mindig más nyakát akarja csiklandozni, de csak az enyémet éri el. És Eszter, aki előttem ül, csak azért nem eleven fiúcska, mert lány, de azért hátrafelé is tud rúgni. Erre apukám elmondta, hogy őt nem érdekli, hogy a más gyereke mit csinál, de nagyon szégyelte magát helyettem a tanítónéni előtt. Sajnáltam apukámat. Helyettem szégyelte magát, mert szégyelni már én is tudom magam a tanítónéni előtt. Csak szép, kövér karikákat nem tudok még egyedül rajzolni. Ha mi hozzánk vendég jön, akkor anyukám feketét főz, és becsukja a mi szobánk ajtaját, mert oda jobb be se nézni. De a tanítónéni előre megüzente anyukámnak, hogy ne tekintsük őt vendégnek, mert a családdal szeretne megismerkedni. Ezért anyukám lemosta az ajtókat, és elrakta a cipőket meg a kabátokat az előszobából. Az apukám megragasztotta a fotel lábát, és becsavart még két égőt a csillárba. A Bori leszette a színészképeket a falról. Én pedig kivittem a vadgesztenyémet az erkélyre. Amikor már olyan rend volt, amilyen nem szokott lenni, akkor a tacsipacsit is átküldtük a szomszédba, mert nem tudhatja, hogy a tanítónéni nem vendég, és lehet, hogy megrágja a cipőjét, ahogy a vendéget megszokta. A tanítónéni csak fél órát volt nálunk. Mégis jól megismerkedett a családdal. Mert közben megérkeztek Bandi bácsiék Érdről, az alattunk lakók felkiáltottak, hogy leborultak a gesztenyék az erkélyről, a szomszédból hazazavarták Tacsipacsit, mert nem tudta, hogy az ő konyhájukban is szobatisztának kell lenni. De én nem is bántam, mert így legalább a tanítónéni látta, hogy mi itthon is elég elevenek szoktunk lenni. Tanulója, Csima József, Balogh Piroska és Kopcsáni Katalin Karinti Frigyes magyarázva bizonyítványa című írását adja elő. Szépen, először is, ez még nem végleges bizonyítvány, ez csak a féle lenyomat, amit ideglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van az évvégi bizonyítványnak, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt,
de a zenémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány ellenőrzés kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel, tanfelügyelői középüléssel. Az osztályfőnök úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott, kicsit zavarban volt, és tisztetette a papát. Kérlek, kedves Gower, légy szíves, közöld szüleiddel, miszerint bizonyítványoddal sajnálatos tévedés történt, hibás tételek csúsztak benne. A bélyeghatósági szabályrendelet szerint sajnos így is ki kell osztanom a bizonyítványt, de kérnelek kell, kedves Bauer, hogy közöld a szülővel, miszerint ez csak olyan ideiglenes okira, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Az igazi bizonyítványt csak hamar kiállítjuk, addig is kérem, kedves szüleidet, írják alá ezt, mert a nyomozás miatt az összes iratokat átküldtük a rendőrségre, ahol szükség van erre az aláírásra. A főkapitány személyesen átírt a fiumei tengerészeti gimnáziumba, derítenénk ki. Hogy került bele a bizonyítványunkba történelemből ez a szám itten, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből, de esetleges félreértésekre ad okot. Tudni itt Mangol, a történelem tanár. Az csak helyettes tanár nálunk, nem is osztályozhat, mert elő vizsgálnia kell osztályzástanból a főegyetemen. Majd ha letette a vizsgát, majd akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Ő csak helyettes osztályzatokat adhat, amiket másképp kell érteni. Egyes helyett kettes, kettes helyett négyest. Most egyelőre kérek ti a papát, hogy ne tessék haragudni egyelőre, és üzeném, hogy én négyszer feleltem történelemből, egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, egyszer pedig háromnegyed kettesre. Tessék ezt összeadni, mértani középarányos lenni, kéne háromnegyed egyes aláhúzva. Először a második Józsefből feleltem, de akkor kicsengettek. Másodszor kérdezte az örökösödési jogot, én mondtam, most ma akar lenni szövetség, láttam, amikor beírta a kétharmadot, de akkor elvesztette a loteszt. Tudom-e történetből, már novemberben feleltem. Kérdezte, hogy a nap körül, én mondtam, hogy el is alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor összetévesztett a mellettem ülő fiúnak, akinek kétharmada van tudománytörténetből, és véletlenül neki írta be. Akkor szóltam, a tanárkar megnézte a noteszt, és mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert a kormánynál neki kellemetlenségei támadnak. Nagyon kérte, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és egyezzem bele a hármasba, következő tanévre kijavítsa a jelesre. Nem is kell felelnem a következő tanévben. Rögtön be is vezette a jelest a születési bizonyítványomba főigazgatói aláírással. Fröldiknek pikje van rám algebrából, arról nem tehetek? A határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet, és akkor, mikor kihívott, és akkor, mikor megmondtam, hogy akkor beszózzunk lambdával, erre kiesik a második egyenlet, de akkor nem esett ki a második egyenlet, persze azért nem, mert x-el is be kellett volna szorulni, csak hogy ezt Fröldik nem vette észre. És akkor, mikor szóltam, hogy be kellett volna, mivel nem tudta, szégyelte magát, és mondta, hogy menjek helyre. És azóta pikje van rám, mert jobban tudtam az algebrát. Azóta nem bírt kifelelni. Pedig a törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hívni a fiút felelni, különben nem érvényes az osztályzat. És a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni Frölike, de nem akartam, mert úgyis pikje van rám. Különben is a dolgozatban nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmannnak. Magaviseletből azért van négyes, mert ha van két-hármas, akkor nem lehet magaviseletből se egyes, hanem akkor külön bizonyítványt állítanak ki magaviseletből, ami postán küldenek majd el a szülőnek. Ez nem hármas, ez négyes, csak hogy a tanár úr olyan furcsán írja a négyes. Véletlenül felülírja a szárát a négyesnek. Csak a vezetéknevet tessék aláírni, de mostanában ne tessék bemenni az iskolába, mert nem lehet bemenni, nincs kapu, most kiemelték, átalakítják, nem lehet bemenni, majd egy-két hét múlva. Következik. Ami után
ami után mindenkit megkérek, hogy menjen vissza az iskolába. Szóval utána mindenki menjen vissza az iskolába. Köszönöm mindenkit! Egy kis technikai manőrakat, de majd megoldjuk. Megkérdem a technikus, hogy kicsit nyomja le a mikrofon, mert nagyon hangos vagyok. Köszi! Egy kis tévedés lett az igazgató beszédében, mert a számokat mi írtunk, csak a szöveget írtam én, tehát szóval teljesen saját a zene. Igen. Úgy látom minden oké, akkor hallgassatok meg első számunkat, amelyet csinálják szereti, vagyis gyújtok össze. Don't need no restaurant. Set it to your mind. Set it.
Mielőtt folytatnánk, szeretném bemutatni az együttest. Egyik szólógitár, Kevicki Dániel. Másik szólógitár, Preszter Miklós. Basszusgitárnál Kovács Péter. Dobognál Perényi Kálmán. And I was dying, who's the shine, and I was running from you,